A Baranya megyei önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója tiszteletére nemzeti ünnepi rendezvényt szervezett a Pécsi Református Gimnázium sportcsarnokába. Talán ez volt genetikailag is kódolva az akkori hősökbe, hogy ki kell állni és vállalni kell az internacionalistákkal, a globalista baloldallal szemben, hogy mi a szabadság népe voltunk, és bármilyen körülmény van, mi akkor is kiállunk a szabadságunkért. 65 évvel ezelőtt ott a pesti srácok és a vidéki diákok, meg a mecseki láthatatlanok megmentették a mi becsületünket. A misén a Néptánc Együttes adott ünnepi műsort. Dr. Debreceni László, 56-os pécsi hős, az 1956. október 22-én alakult diákparlament elnöke is beszédet mondott. Költő harcostársát idézte az ünnepségen. Mikor volt bizony ősrég, ősz lett a nemzetőrség, vérlobogós volt az az évszak, felejthetetlen az a 12 nap. Állunk a falnál, halott fehéren, egyik helyére lép a másik, állunk az idő sortüzében, már világ összeroskadásig. Kis Dénes, 56-os bajtársam, barátom verseiből idéztem. A megyei önkormányzat fejlesztési biztosa a szabadság fontosságát emelte ki. 30 éve rendszerváltás óta minden évben megígérik nekünk, hogy jobb lesz. És mi mindig várjuk, hogy majd jobb lesz a fizetés, jobbak az életkörülmények. És már milliószor csalódtunk ezekben az ígéretekben. De igazából nem is erre van szükségünk. Amikor Laci bácsiék szembenéztek az ágyúcsővel, sokkal szegényebb, sokkal nehezebb körülmények között éltek, mint ma élhetünk. Nem ezért küzdöttek. A szabadságért küzdöttek, ami sokkal több a jólétnél. Ezért kell küzdenünk ma is, és felismerni azokat, akik hamis ígéretekkel a szabadságunkat akarják elvenni, mondta a politikus. Az ünnepség és megemlékezés az Attila Fiai Társulat koncertjével zárult. Szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé.